Nehéz, de sikeres hazai mérkőzéseken van túl az Albacomp kosárlabda csapata. A Zalaegerszeg és a Körmend elleni itthoni összecsapások után ismét idegenben kell bizonyítani a Branislav Zunis csapatának, méghozzá Debrecenben. A mérkőzés ugyan nem ígérkezik olyan hőfokúnak, mint az utóbbiak, de az edző ezúttal is óvatosan tekint a jövőbe. Nekünk minden mérkőzés fontos. Nem osztunk a mérkőzéseket a könnyebb és a nehezebb között. Meg kell tudni, hogy a következő ellenfelünk is játszott néhány jó meccseket, tehát tudott komoly ellenállásodni egy mondjuk erősebb csapatok ellen, úgyhogy tudunk, hogy ott meg kell játszani, hogy visszahozunk haza a két pontot. A fehérváriak már felkészültek a debreceniek játékából. Branislav Zunis tudja, mi lehet a nyerő taktika a Hajdúságban. Ráadásul a győzelmi sorozatnak is köszönhetően a csapatnál jó a hangulat, egyre inkább összecsiszolódik a társaság. A hangulat mindig jó, mindig jobb, ha egy csapat a sorozatban nyeri a meccseket. Úgyhogy most is a hangulat, azt hiszem, hogy egyre jobb a fiúk között. December 19-én vasárnap tehát az alapszakasz jelenlegi második helyezettje az Albacomp, a 13. helyezett Faktum Sport Debrecenhez látogat. A mérkőzés 17 órakor kezdődik.